Figa, imádom a hangodat, hol lépsz fel legközelebb? Velem. Mezőcselli Tósni Fesztivál. Ki a kedvenc énekesed, kitől énekeltél volna szívesen és mit? Bigától. Bigától, te hagytál el, nem én engem című. Világslágerét. Benneteket így fegyelmezni egy sztárcset alatt azért az kiképzésem. Lehet, hogy a próbák is így zajlottak? Nem. Lehet, hogy ezért rúgtak ki? Nem. Szerintem nem. Kimagam, mert nem tudom. Nem. Én egyébként még versenyzek tovább, csak őt. Barátok lettetek a közös munka miatt, és tartani fogjátok a kapcsolatot? Kivel? Hol? Mi? Én amikor elkezdek viccelődni, akkor én ezt észrevettem, hogy ez sokan komolyan veszik. Aztán nyilván kamera előtt én nem kezdek el poénkodni, meg vicceskedni, mert tényleg az van, hogy nagyon sokan komolyan veszik. Aztán megpróbáltam ilyen kis komoly és csak óvatosan viccelődő lány lenni. De neked ez egyébként cél volt esetleg ez a nagy duettel, hogy egy picit megmutasd, hogy azért te egy jó értelembe vett bohóc vagy? Én egyébként bíztam benne, igen, hogy talán egy kicsit ebből átjön, át tudok adni egy picit abból, amilyen én valójában vagyok, ez nem tudom mennyire sikerült, de ja. Megbentett, hogy belőle? Jaj, nem, Isten őriz, nem. Hát megismertem Bét, itt mellettem. Biget. Biget. És nekem tényleg egy nagyon-nagyon jó ilyen kis utazás volt. Tehát, hogy valóban így az elmúlt években én próbáltam teljesen visszavonultan élni, amennyire csak lehet. És tényleg én csak a fotózással foglalkoztam. Tehát, hogy mentem szépen, sportosan, farmer, póló, sportcipő, elmegyek, lefotózom, megcsinálom, hazajövök, megcsinálom, tehát. És akkor én így éltem egy ilyen kis, idézem egy kicsit ilyen monotonan életet. És az a nagy dolog egy kicsit ilyen kibillentett, ilyen kis utazás volt. Tehát egy tök jó, tényleg, én nagyon szerettem. Tehát megint jó volt egy picit magas sarkút felvenni, kis szoknya, kis mink, kis haj, kis izé. Nagyon-nagyon jó érzés volt.